Kassai Viktort hazaküldték az Európa-bajnokságról. Az UEFA ma délután hivatalosan is döntött arról, hogy a magyar bíró az angol-ukrán mérkőzésen elkövetett hibája miatt nem vezet több találkozót a tornán. Pierluigi Collina, az Európai Labdarúgó Szövetség játékvezetői szakosztályának a vezetője közölte, hogy az ukrán gólt meg kellett volna adni. Collina szerint olyan emberhiba történt, aminek nem lett volna szabad bekövetkeznie. Kassai Viktor az Európa-bajnokságon a Spanyolország-Olaszország mérkőzésen mutatkozott be. Az öttagú magyar bírói csapat probléma nélkül levezette a találkozót, így nem volt meglepetés, hogy az UEFA a csoportkör harmadik fordulójában a házigazda ukránok és az angol válogatott közötti sorsdöntő találkozót is Kassaiékra bízta. Ezen a találkozón sem volt különösebb gond, egészen a donyecki mérkőzés 62. percéig. Az ukránok lesről indítottak támadást, amelyet Kassai tovább engedett. Az akció Devics lövésével zárult, amely nyomán a labda teljes terjedelmében átkerült a gólvonalon, mielőtt John Terry visszarúgta volna a mezőnybe. A gólbíró Vad 2 István, aki néhány méterre állt az esettől, nem jelzett. Így Kassai Viktor ahelyett, hogy középkezdést ítélt volna, tovább engedte a játékot. A súlyos bírói hiba 1-0-ás angol vezetésnél történt. Az ukránoknak győzniük kellett volna a továbbjutáshoz, de az egyenlítéssel biztos másként alakult volna a mérkőzés képe. A találkozó után az ukrán szurkolók csalódottan és felháborodva kommentálták a mérkőzést. Nagyon jól játszott a csapatunk, és több góllal kellett volna nyernünk. Sajnos a bíró azt a találatot sem adta meg nekünk, amit sikerült berúgnunk. Így befolyásolta az eredményt, mondja ez a kijevi szurkoló. Az angol drukkereket persze ez a legkevésbé sem zavarta. Szerintük a bírók eddig minden nemzetközi tornán ellenük fújtak, így most megérdemelték, hogy egyszer a javukra is tévedjen valaki. Kassaiékon azonban ez nem segít, mert a magyar bírói csapat az UEFA döntése nyomán nem vezethet több mérkőzést az Európa-bajnokságon.